Köszöntöm Önöket a Stúdió KB május 26-ai adásában, melyet a képviselőtestület legutóbbi ülésén meghozott döntések ismertetésével indítunk, majd beszámolunk a Vöröskereszt egészségügyi versenyének megyei döntőjéről, melynek Zirc adott otthont. Interjút láthatnak az idén 20 éves Ma, mint ti színjátszó csoporttal, akit a visszatekintés mellett idei eredményeikről is kérdeztünk. Kulturális rovatunkban bepillantunk a Bakonyi Lokál Patrióták Fesztiváljára és az olaszfalui pásztorünnepre, majd gyermeknapra, kórus találkozóra, ukrán-magyar népzenei koncertre és a trianoni megemlékezésre invitáljuk nézőinket. Petőfi 200 Zircen mottóval bicentenáriumi rendezvényt szervezett a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület a Művelődési Házban. Az ötletről és a programok összeállításáról, lebonyolításáról Vencel Zsuzsanna egyesületi elnököt kérdeztük. Magazinműsorunkban megtekinthetik Petőfi Sándor, a Helység Kalapácsa című végeposzt, előadják a Bakonyi Filmbarátok és a Bakony Hangja színjátszó csoport tagjai. Jó szórakozást kívánunk! A képviselőtestület május 17-i napirend szerinti ülésén megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. Ottó Péter polgármester kiemelte, hogy rendkívül takarékos, visszafogott gazdálkodást folytatott az önkormányzat az elmúlt évben, és ennek eredményeként keletkezett pénzmaradvány nagyban megkönnyíti az idei működést és a feladatellátást. Hozzátette ugyanakkor, hogy idén is a takarékképzésre kell törekedni, hiszen az energiaválság hatásai továbbra is érződnek. A költségvetés eredményesen teljesült, a városvezető a kihívásoktól sem mentes szakmai munkáért minden abban érintettnek köszönetét fejezte ki. Egy másik napirend során fény derült arra, hogy közel 20 millió forintot takarított meg a város az energiaválság helyzettel összefüggésben elrendelt intézkedési tervnek köszönhetően. A felhasznált energia mennyiségről a korábbi évek viszonylatában már készült előterjesztés, és most költségek tekintetében is vizsgálta az önkormányzat az elmúlt időszakot. Az intézkedési terv ellenére is közel 14 millió forintos költségtöblet keletkezett a rezsiszámlán, ami a távhő és a gázárak jelentős emelkedésének tudható be. Az intézkedési terv részét képezte az Alkotmány utca 14-es szám alatt székelő Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és a Stúdió KB Városi Televízió ideiglenes elköltöztetése. Májustól már elfoglalta régi helyét a szociális intézmény és a közművelődési intézményegység is, a testület pedig úgy határozott, hogy a következő fűtési szezonban helyben maradhatnak. Az üzemeltetési költségek mérséklése érdekében az Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által használt épületrész kisebb léptékű felújítási, hőszigetelési munkáinak elvégzéséről is döntöttek a képviselők. A cél az, hogy a következő télen se kelljen az egész épületet fűteni, csak azokat a kisebb tereket, ahol az intézmények munkatársai dolgoznak. Az idei évben is kiírta az önkormányzat a civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatását célzó pályázatot. Erre a célra 4 millió forintot szabadított fel a képviselőtestület. A pályázatokat május 30-áig lehet leadni, a kiírásban változás, hogy a megpályázható összegnek nincsen felső határa. A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok már elérhetők Zircváros honlapján. A középiskolai tanulmányi ösztöndíj pályázatot is kírja a naptári év második fél évére vonatkozóan a képviselőtestület. A pályázati felhívás június 2-án kerül közzétételre, a pályázatokat pedig június 28-áig adhatják le az állandó zirci lakosú, középfokú iskolarendszerben tanuló, az aktuális fél évben legalább 4,7-es tanulmányi átlagot produkáló diákok. Az Zirci Városüzemeltetés közhasznú non-profit Kft. Sokoldalú tevékenységét bizonyítja, hogy az általuk három beszámoló is a képviselőtestület elé került.
Az Érci Városüzemeltetés közhasznú non-profit Kft. Sokoldalú tevékenységét bizonyítja, hogy általuk három beszámoló is a képviselőtestület elé került. A gazdasági társaság elmúlt évi eredményes gazdálkodását a számok is alátámasztják, amiért Ottó Péter polgármester köszönetét fejezte ki az ügyvezetőnek. A helyi autóbusz közlekedésről szóló beszámolót szintén elfogadták. Az érci köztemetők fenntartásáról és az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről készült összefoglalót is jóváhagyták a döntéshozók. A pénzügyi ellenőrző és gazdasági bizottság javaslatára a képviselőtestület felkérte gazdasági társaságát, hogy a gondozatlan sírok karbantartási feladatait végezze el. Szintén bizottsági javaslatra a következő testületi ülésre előkészítésre kerül egy rendeletmódosítás, amely arról szól, hogy a sírhely 30 cm-es körzetében ezentúl nem a sírhely felett rendelkezni jogosultnak lesz a kötelezettsége a karbantartás, hanem, ahogy a korábbi időben is, a Városüzemeltetési Társaság fogja ezt is elvégezni. Az Érci Közös Önkormányzati Hivatal és az Érci Önkormányzati Szolgáltató Központ által készített beszámolót, átfogó értékelést is elfogadták a Zirc városban 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A Magyar Falu program keretében felajánlott állami ingatlanok közül egyiknek sem kezdeményezi önkormányzati tulajdonba vételét a képviselőtestület, a város számára településfejlesztési célból fontos, nem kiajánlott belterületi ingatlan önkormányzati tulajdonba adását. A Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezésére Zércvárosi Önkormányzat képviselőtestülete is csatlakozott ahhoz a békepárti határozathoz, melyet az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán hozott az országgyűlés. A Reguli Iskoláért Alapítvány kérelmét is tárgyalták a döntéshozók, számukra egyedi támogatás útján 300 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak az iskolai gyermeknap céljából. Városunk adott otthont az országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójának. A résztvevőket Viziné dr. Horváth Judit jegyző köszöntötte, és köszönetét fejezte ki a Vöröskeresztnek az ismeretterjesztő tevékenységért, annak fenntartásáért és az utánpótlásról való gondoskodásért. Csoma Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezetének elnöke, a versenyszellem ellenére azt ajánlotta a fiataloknak, hogy ne izguljanak, hiszen amikor esetlegesen szükség lesz az elsősegélynyújtásra, akkor nem az itt elért helyezések lesznek a mérvadók, hanem maga a tudás, ezért úgy kell a gyakorlati feladatokat elvégezni, mintha élesben történne minden. Börcsök Zsolt veszprémi vezetőmentőtiszt örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy számban vesznek részt csapatok a versenyen, annál is inkább fontos ez, mert a mentők munkája, annak eredményessége és minősége nagy mértékben múlik azokon, akik a mentők kiérkezéséig a bajba jutottak ellátását végzik. Zirc városa ad otthont az országos elsősegélynyújtó verseny megyei fordulójának. Kerpel Péter urat kérdezzük, hogy hányadik alkalommal kerül megszervezésre ez a verseny, és mi az alapvető célja? 51. elsősegélynyújtó verseny, ez egy országos verseny, Magyar Vöröskereszt hirdeti meg, és a fő célja az, hogy a fiatalok, tehát általános iskolás, középiskolás, sőt egyetemista ifjú felnőttek az elsősegélynyújtásból minél többet tudjanak, elméletben is, gyakorlatban is, és egy viszonylag nehéz, már az országos verseny szerkezetére hajazó megyei fordulón meg is tudják mutatni, hogy mire képesek, mit tudnak, és ez egy izgalmas kihívás, tehát jobb közösségeknél ez egy akár egy egész éves, tanéves felkészülést igénylő munka, hogy erre jó felkészülve érkezzenek meg. Hány csapat érkezett ide Zircre, és hány kategóriában mérik össze tudásukat a versenyzők? 11 csapatról tudok, akik megérkeztek, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória, és ezek a kategóriák, ezek hasonló feladatot esetleg a kicsiknél egy szemernyivel, könnyebb megoldásokkal, de ugyanolyan feladatokat és ugyanolyan pontozással, értékeléssel kell megoldaniuk. Fel tudná sorolni, hogy konkrétan milyen feladatok várnak a gyerekekre vagy fiatalokra? Igen.
Általában vannak olyan feladatok, amelyek a hétköznapi szituációkhoz kapcsolódnak, tehát egy konyhai égési sérüléstől kezdve áramütésen át gázszivárgással kapcsolatos dolgok, amiket viszonylag könnyen, gyorsan meg lehet oldani. Aztán vannak közúti közlekedés kapcsán keletkező baleseti szituációk, helyszínek. Ez lehet kerékpározással összefüggő, tehát valahol elesnek, összeütköznek, valamibe beleborulnak, vagy autóütközés, tehát karambolhoz kapcsolódó, de vannak a szabadidős programokhoz, tehát akár egy éjszakai buli egy tábortűz körül, vagy egy vízparti evezés, vagy úszás, lubickolás, játék kapcsán fulladáshoz vezető dolgok. Tehát igazából megpróbálja az elsősegélynyújtó verseny protokollja a legkülönbözőbb és valóban előforduló szituációkat bemutatni, nagyon jól felkészült imitátorokkal, őket külön táborozás kapcsán vizsgáztatással egybekötve készítik fel, tehát ők tudják, hogy hogyan kell eljátszani egy baleseti helyzetben egy érzést, egy sérülést, és azt is tudják, hogy kell ellátni, és igazából a zsűrinek is tudnak segíteni, hogy mit tapasztaltak az adott csapat, hogy közelítette meg őket, mennyire volt szakszerű. Hát ahogy a laikus elsősegélynyújtó szakszerűen elláthatja őket. Úgyhogy ez egy komoly előkészítést a versenyt, szervezők részéről is egy komoly előkészítés, segítők részéről is, de a csapatok részéről is ez egy hosszú-hosszú hónapok sorát igénylő feladat, hogy ide juthassanak és itt megtehessék, amire várnak. Arról van esetleg információjuk, vagy bármi nemű visszajelzés, hogy ez a verseny hogyan hasznosul a Vöröskereszt számára? Tehát például az itt korábban résztvevő fiatalok esetlegesen betagozódtak önkéntesként a Vöröskereszt szervezetébe, vagy más területen aktívak manapság? Én amikor pápára érkeztem, a református kollégiumban 95-től kezdtem el a vöröskeresztezést, elsősegélynyújtással felkészítést, versenyeztetést. És az a tapasztalatom, hogy azok a gyerekek, akik akár kortársképzésen is részt vettek, nyári táborozásban is együtt voltunk és készültünk a majdani versenyre, azoknak egy nagy része úgy is érintett, hogy több közülük mentőtiszt, orvos lett, egészségügyben helyezkedett el, tehát a biológia iránt, az egészségügy iránt, a karitatív munka iránt, akár a szociális karitatív tevékenység iránt érdeklődő gyerekek gyűlnek össze ebbe a tevékenységbe, és a tapasztalatom szerint akár egész életre meghatározó lesz az, amit átélnek, hogy megszeretik ezt a tevékenységet, ahogy részévé válik az életüknek az, hogy nem csak az egészségügyi, hanem akár katasztrófa alkalmával segítséget nyújtanak, vagy gyűjtenek szegények családok számára. Szóval ez megérinti a gyerekeket, és akár egy életprogramot adhat nekik. Mi a verseny díja, és innen vagy fődíja, és innen hány csapat jut tovább az országosra? Alapvetően kapnak kis emlékcsomagot, oklevelet, emléklapot a gyerekek a versenyre, és akik a maguk kategóriájában, tehát a gyermek, ifjúsági vagy felnőtt kategóriában első helyezettek lettek a megyében, ők kerülnek be az országos döntőbe, és ők fogják képviselni a megyét. Tehát ez a legnagyobb elismerés számukra, hogy az országos megmérettetésen ott lehetnek. Az általános iskolások közül a Várkerti Általános Iskola Inotai tagiskolája jutott tovább az országos döntőbe. A középiskolások versenyében a Pápai Református Kollégium gimnáziuma, míg felnőtt kategóriában Csabrendek képviseli megyénket. Valamennyi résztvevő teljesítményét ajándékcsomaggal és emléklappal ismerték el a szervezők. Szép eredménnyel tért haza az országos színjátszó találkozó megyei fordulójáról az idén már 20 éves Ma, mint ti színjátszó csoport. Látja? Elszúrta. Koncentráció. A koncentráció és a beszédügyesség számítanak a színjátszásban. Ezek nélkül nem művész a művész. Egy italt? Elfogadok, köszönöm.
rendkívül eseménydús időszakot tudhat maga mögött a Zirci Maminti színjátszó csoport. De mielőtt rátérnénk arra, hogy mi minden történt itt az elmúlt időszakban, emlékezzünk meg egy jeles évfordulóról, ugyanis idén 20 éves a színjátszó csoport. Nyáriné Nagy Angél alapítót, vezetőt kérjük meg, hogy idézze fel a megalakulás körülményeit, és emeljen ki egy-két szebb eredményt, emléket ebből az elmúlt 20 évből. Ez elég nehéz kérdés itt elsőként, úgy gondolom. Az évforduló az valóban 20 év, elég nagy időszakot ölel föl. Legalább 65 tanulóval dolgoztam ez alatt a 20 év alatt. És tulajdonképpen ez úgy indult, hogy volt egy kis osztályom nagyon-nagyon régen, és előadtunk egy darabot, jelentkeztünk megyei irodalmi Ki mit tudra, ahol szép eredményt értünk el, és akkori vezetés biztatott, hogy folytassuk, és alakítsunk egy színjátszó szakkört. Hát valójában így kezdődött a történet. Kedves hölgyeim és uraim! I would like and ask a special of competition performance for you! Én két szerepet is vállaltam. Hát egyszer orvos voltam, és máskor pedig konferáló. És hát engem a konferáló az jobban tetszett, mivel ott mi ketten voltunk. Ugye én voltam az angol, és volt egy magyar, és ő fordította. És hát az jobb volt, mint az orvos, mivel az orvos, mikor orvos voltam, akkor többször megakadtam, mint hogy amikor angol voltam. Voltak olyan szavak, amiket nem értettem így angolul, de hát igen, azzal jobban egyesültem, mint az orvossal. Én voltam Zsani, és nekem a táncot, ugye az volt a nehézség abban, hogy ilyen nagyon sok egy ugyanaz a mozdulat volt, és például az elején meg a végén is ugyanazok a mozdulatok voltak, és így egy kicsi furán nézett ki. Táncolsz is egyébként? Nem táncolok. Régen táncoltam. Ámulatba kell ejtenünk Amerikát. Gyerünk! Nagyon sok gyermek vesz körül, ez is azt bizonyítja, hogy a mai napig sikeresen működik a színjátszó csoport. Az idei évben két előadást vittetek színre a Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozón. Miről szólnak ezek az előadások, mennyit készültetek rá, és hogyan értékeled a színrevitelüket? Az idei évben két darabbal készültünk. Az egyik darab Horváth Péter, az utolsó tánc című darabja. A másik pedig Miró Gávrán Felejtsd el Hollywoodot című vígjátéka. Tulajdonképpen egész évben készültünk a gyerekekkel, két csoporttal. Az egyik csoport az ötödikeseim, akiknek drámaórát tartok. A másik csoport pedig két nyolcadikos fiatalember. Évelején azon gondolkodtunk, hogy olyan darabot találjunk, ami két szereplős, és itt találtuk meg Gávránnak a Felejtsd el Hollywoodot című darabját. Ugye ennek a különlegessége az, hogy egyrészt ugye külföldi szerzőről beszélhetünk, és egy ma is élő neves próza és drámaíró, hogy nyilván engedélyt is kellett kérni, hogy bemutassátok ugye ezt a darabot, ez hogyan sikerült, illetve a fordítás hogyan valósult meg? Na most ezzel kapcsolatban, tehát első dolgom, megkerestem a fordítókat, tehát Gavránnak van magyar fordítója, Varga Viktória és a Varga Iván. Na, Varga Ivánnal tartottam a kapcsolatot, és rajta keresztül kértük az engedélyt Gávrán úrtól, amit hát meg is kaptunk közel egy hónap elteltével, és akkor kezdtük el a próbákat. Nagyon örültünk neki, hiszen a darab, tehát
a darabban annyi kérése volt, hogy megmaradjon a darabnak a mondani valója. Tehát itt tulajdonképpen kérdezted az előbb, hogy miről is szól, tehát a generációk közötti ellentmondásról. Ezt majd a fiúk szerintem el fogják mondani, tehát egy idősebb színész, aki konzultációs órákat ad egy fiatalabb színésznek, és a kettőjük közötti konfliktusokat próbálja kibogozni ez a vígjáték. Hadd magyarázzam meg! De mi tanár úr már kisebb számít. Egy hónap múlva ön elfelejti Hollywoodot, én pedig elfelejtem magát. Viszont látás a tanárom, Istenem, nem? Na most az én szerepem, akit alakítok, az az idős színész, aki egyébként tanít is a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és rendszeresen zsűritag is volt a felvételinél, és igazán mindezt a fiatal növendék eltussolja előre, tehát az idős színész nem tudja, hogy kit is tanít most tulajdonképpen, akit már háromszor megbuktattak. És igazából igen, arról szól, hogy a fiatal színész már nem tudja, hogy mit csináljon, ezért azt gondolja, hogyha eljövök, ő biztos úgy fogja megtanítani ez az idős színész, hogy akkor már biztos felvesznek a színművészeti felvételi vizsgára. Na de ez a színész, ez olyan rossz indulatú és narcisztikus, hogy betelefonál a zsűri tagoknak, hogy mindenképpen buktassák meg, ő azt színeli, hogy beteg lesz, és igazából igen, ennyiről szól. A végén pedig a fiatal növendéknek lesz egy sikere, aki egy szerepet kap egy nagy amerikai filmbe. Hát, hogy őszinte legyek, maga a bronz minősítés egy picit megviselt minket, de az a fogadtatás, hogy ahogy láttuk és éreztük, hogy tetszett a közönségnek, hogy visszatapsoltak minket, az többet ér mindenféle aranyhelyezésnél, én úgy gondolom. Véleményem szerint a színházban a közönség a mérvadó. Egy nagy álmom az, hogy színész lehessek. Nagyon szeretem a verseket, az irodalmat. Az utóbbi időszakban nekem ez lett az életem. Gondolj, hogy átmegyek? A bizottság idén is 11 tagú. Nézd, megmondani, hogy éppen aznap ki fog felvételiztetni. Igazából én a fiatalabbik színész növendéket alakítottam ebbe a darabba. Igazából én nekem, hogy a darabba pontosan milyen szerepet kellett betöltsek ezen keresztül, ezen a karakteren keresztül. Hát ezt a fiatal, táglátású, inkább kicsit a világ felé nyitó színészt, aki már, hát igaz, hogy háromszor megbukott a színművészeti felvételi vizsgán, de ismét nekifut. A Vörös Sándor országos diák színjátszó fesztiválon találkozón. Igazából ott nagy színpadon voltunk. Én nekem egy nagyon felemelő érzés volt, hogy nagy színpadon, nagy közönség előtt adhattam elő a darabot, és hát ebből jött az ötlet, hogy ebből az országos színművészeti fesztiválból kiemelik a színművészetet, tehát hogy a színészetet kiemelik, így csak az amatőrfilm része maradt, így jött az ötlet, hogy hát csináljunk egy dokumentumfilmet. Ennek címe a Kérsz Oscart című dokumentumfilm, ami egy önvallomás, egy szavalás, és maga a darabból egy-két részlet van benne. A darabot újra elő kellett adni. Szerintem egész jót alakítottunk így is. Én mondjuk a saját részemről tudok csak nyilatkozni, hogy nekem ott is szintén, ha bár csak lényegében kamara színpad volt, egy nagyon felemelő érzés volt, még hogyha csak kamerák előtt is szerepelni. Na hát a fiatal színészt alakítani sem könnyű még ennyi idősen sem, de hát nekem sikerült, úgy ahogy társamnak is az idősebb színészt. Hát, számítottál rá, hogy második helyezett lesz az alkotás? Megmondom őszintén, nem tudtam, mire számítsak. Tehát én nem tudtam megmondani, hogy most akkor hányadikak leszünk, még sejteni se sejtettem. Tehát amilyen visszajelzéseket kaptunk, akár a Diák Színjátszó Fesztiválon, ott a Vörös Sándoron, nem, ott ugye, hát a bronzminősítés, egy kicsit, hát...
meglepett minket, inkább csak így fogalmazok, eléggé a földre vitt. Úgyhogy azok után, meg hát persze azért nem is tudom, hogy mondjam, mert ugye az itteni közönség is, ott is azért négyszer visszatapsoltak a színpadra, tehát nagyon különböző visszajelzéseket kaptam, nagyon-nagyon. És hát felül nem tudtam, hogy mire számítsak. Bálint említette, hogy vannak céljai ugye itt a jövőben a színjátszást illetően. Neked milyen terveid vannak ezen a területen, vagy teljesen más, hogy képzeled el a jövődet? Hát megmondom őszintén, én egy percig sem gondolkoztam abba, hogy színész szeretnék lenni. Az biztos, hogy a színészet az nagyon közel áll hozzám, de nem ezt választom, mint hivatásomnak. Én igazából műszaki pályára lépek, az ipariba folytatom tanulmányaimat képészeten. A másik darabnak pedig az Utolsó tánc című előadásnak szintén valóság alapja van, hiszen Knopp egy neves balettáncos volt, aki balesetet szenvedett, és mindenféleképpen be akarta mutatni Máté Péter gyönyörű zenéjére az Egyszer véget ér című számára valamiféle táncot, és miután balesetet szenvedett, ezért csak a jelezés maradt. Egy nagyon-nagyon szép előadás, megható, és a gyerekek ezt nagyon jól megjelenítették, ez a kitartásról, az akaraterőről szól. Mivel egyedül maradtam, nekem jutott a feladat, hogy ezt az álmot megvalósítsam. Én voltam ugye a főorvos, ugye nekem kellett meghozni a végső döntéseket, és én buzdítottam a, úgymond a csapatot, hogy segítsünk a Katának. Lényegében a legfőbb szerepem az volt lényegében, hogy én voltam a főszereplő Kata, aki ugye balesetet szenvedett, és egyedül ő élte túl, és hát nem volt semmit se képes mozgatni, csak a kezét, és így bejutott Amerikába, mivel ez volt az csapatának az álma, és így sikerült a versenyen részt vennie. Azért ez egy komoly szerep, hogy átélted ezt, hogy milyen érzés, hogyha valaki így jár? Igen, azért lehet érezni ebben, hogy sokkal furább ez olyan így átélni, mint hogyha valós, mint hogyha átgondolnád, hogyha ezt tenne. Itt is fekszik egy lány, iszonyatos, minden csupa vér! Ez borzasztó! Nem mozdul! Jöjjön már valaki segíteni! Egy lakó voltam, aki egy szál köntösbe és egy mamuszkába kijött, és nagyon meg volt ijedve, mert a baleset miatt nagyon meg voltam ijedve. Én egy orvos voltam, azzal szeretném kezdeni, de szóval nem ez lett volna a szerepem, hanem én is egy lakó lettem volna. Annyi volt a szerepem, hogy itt is, amiatt nekem nem volt elég. Ezért orvos lettem, és nekem kellett a legjobban a Katára így, Katána segíteni. Én próbáltam meg a legjobban, de a többi orvos már úgy gondolta, hogy ez már nem jó, hogy már nincs értelme. Jobb érzés volt orvosnak lenni, mint lakónak? Igen, jobb volt. Jobban a Rivalda fénybe voltál. Igen. Ápoló voltam a szeremben, szerintem meg tudtam formálni, de a legjobb az volt, hogy a barátaimmal lehettem. Uh-huh. És a legnagyobb feladatom az volt, hogy segítsek Katának, hogy tudjon írni a lapra, meg ilyenek. Milyen érzés volt segítséget nyújtani? Jó volt, átéltem, és belegondoltam, hogy milyen rossz lehet. Egy lakó voltam, hát én szerintem jó volt ez az előadás. Hát igazából én is kijövök egy ilyen köntösbe, meg egy ilyen papucsba, mert ugye zajt hallottam, és igen. Én is lakó voltam, és azt kellett kiabálnom, vagy hát orvost kellett keresnem, és azt kellett kiabálnom, hogy valaki innen orvos-e, és igazából ennyi. Hát én is egy lakó voltam, és igazából én kaptam a legrövidebb mondatot, vagy hát szólt, hogy itt is. Én is egy lakó voltam, és hát örültem, hogy lakó vagyok, mert mivel én nem szeretek annyira szerepelni, de így azért
Na, hogy ezt az egy mondatot így azért jó volt elmondani, mégiscsak. Szóval én is egy táncos voltam, és ugye meghaltunk, és meghaltunk, és aztán nem is voltunk benne a darabba, úgyhogy... Táncolsz? Nem, alapból nem, csak a darabba. És nagyon nem ment, illet. Ment jól egyébként? Igen, csak nagyon nem illet hozzám ez a szerep. Egy pompollányot alakítottam, és hát ugye az volt ugye az álmunk, hogy kijussunk Amerikába, és hát ugye ez nem tudott teljesülni, mert ugye a balesetet szenvedtünk. Én kettő szerepet töltöttem be, az egy kamerás volt és egy postás, de nem volt túl sok szövegem, szóval egy mondat volt mind a két szerepben, amit betöltöttem. Kamerás és postás? Mit kellett csinálnod? Hát a postásnál bevittem a lányoknak egy borítékot, amit ugye kibontottak és onnan olvastak dolgokat. A kamerásnál pedig a lakók hívtak engem be, hogy kamerázzam le ugye az eseményeket, és így ennyi, így, amit így betöltöttem. Két olyan fiatalembert kérdezünk, akik nincsenek Rivalda fényben, viszont nélkülözhetetlen mind a hangosítás, mind pedig a fénytechnika. Először is téged kérdezünk, te voltál a hangmérnök. Hogyan tanultad, hogyan sajátítottad el ezt a technikai folyamatot? Hát én, nekem a családom is segített tanulni benne, de leginkább én így tanulgattam magamtól. Avassál be minket a kulisszák mögé, hogy hogy zajlik ez az egész folyamat ott a színpad. Nyilván ebből nem látni semmit. Hát van egy ilyen keverőpult, ott lehet a hangot állítani, és számítógépen el kell indítani ugye zenét, azt ott meg lehet ugye állítani utána, és ugye a keverőpulton kell ugye a hangot fellevenni. Flottul ment, minden rendben volt? Igen, minden rendben volt. És te voltál a felelős a fénytechnikáért. Ugyanez a kérdés hozzád is, honnan jött az életedbe ez a szegész? Igazából én is csak saját magam tanulgattam ezt. Uh-huh. Úgy segítség annyira nem jött. Uh-huh. És, és akkor te is ott, tehát a színpad mögött voltatok, mi mindent kell csinálnod ilyenkor? Hát a fényeket... ugye kapcsolgatni, meg beállítani, hogy minden jól legyen. Igazából ennyi. Nehéz? Izgulsz? El lehet ezt rontani? Hát elrontani el lehet, de annyira nem kell izgulni, nem annyira nehéz. Ezzel a két produkcióval indultunk a Vörös Sándor Országos Színjátszó Találkozón, hiszen a színjátszó csoportnak csak ez a bemutatkozási lehetősége van az év folyamán, illetve Budapesten évente megrendezik az amatőr színjátszó és diákfilm fesztivált. Az idei évben, az utolsó pillanatban derült ki, áprilisban, hogy erre nem fog sor kerülni anyagi okok miatt. Tehát az amatőr színjátszó és diákfilm fesztiválból kiemelték a színjátszást, és maradt a diákfilm fesztivál. Na most mi egy kicsit nehézségekbe ütköztünk, hiszen csak színdarabjaink voltak, és az ottani főszervező javasolta, hogy próbáljuk kitalálni vagy megoldani az előadásokból egy filmet készíteni. És akkor jött az ötlet, hogy a Felejtsd el Hollywoodot című darabot fölvettük közönség nélkül, összevágtuk a stúdiósok segítségével, amit itt szeretnék megköszönni, és a két fiú pedig egy-egy önvallomást adott. Nos, ezt összevágtuk, és ebből lett egy dokumentumfilm, aminek igen nagy sikere lett, hiszen, ha jól tudom, 67 filmet küldtek be erre a Diákfilmfesztiválra, és a fiúk második helyezést értek el.
A kicsiknek az előadását pedig semmiféleképpen nem akartuk kihagyni, ezért feliratoztuk és elküldtük, mint egy diákrendezvény. Tehát így kerültünk Budapestre. Nem hazudhatunk! Bárhívom őt! Kata, gyere! Az elmúlt 20 évből néhány szebb emléket, illetve eredményt, ha ki tudnál emelni. Igen, mindenképpen ki tudok emelni. Hát a Karintinak az emberke tragédiája az egyik nagyszerű előadásunk volt. A Kocsonya Mihály házasságát, Brahms és a macskákat, aztán a mesedarabokat is mindenféleképpen említésre méltó, én úgy gondolom. Tehát ezek meghatározóak voltak a 20 év folyamán. És amit még mindenképpen el szeretnék mondani, hogy itt a filmfesztiválra küldött filmnél is találó címet kellett keresni, hiszen egy darabnál nagyon fontos, hogy felkeltse az érdeklődést, tehát azért kapta a filmünk ezt a címet, hogy kérsz Oscart. Na most itt a férjemet szeretném megemlíteni, Nyári Zoltánt, aki darabot is írt nekünk már, a Gubancokat, illetve a Csördöngölőt, amit a Petőfi Színházban bemutattunk kolléganőjével együtt, Gecsei Judittal. Tehát ha valami jó kis ötletre vágyom, akkor mindig a férjemhez fordulok, és ő az, aki kisegít ebben, hiszen a szakkörnek a neve is úgy jött létre, hogy Lázár Ervinnek a Négyszögletű Kerekerdő című meséjében volt egy maminti zöld kicsi tündér, és a férjem kitalálta ezt a nagyszerű címet, hogy akkor legyen a maminti. Ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani, mert ez a 20 évnek a történéséhez úgy gondolom, hogy hozzátartozik. Szeretném megemlíteni az 5. A-osztály szülői munkaközösségét, illetve a 2. 8. B-osztályos tanuló szüleit, akik segítettek bennünket, és elvittek a Vörös Sándor országos színjátszó találkozó Veszprém vármegyei fordulójára. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg, autókkal jutottunk el, és ők segítettek a díszleteket is elvinni. A Diákfilm Fesztiválra pedig vonattal mentünk, két kolléganőmmel, Bolla Mariannal és Borsos Rottenbüher Anitával. Ezt pedig úgy tudott megvalósulni, hogy szintén az 5. A-osztályos szülők segítettek. Ugye az a megtiszteltetés ért benneteket, hogy levelet kaptatok a Felejtsd el Hollywoodot című darabnak a szerzőjétől. Igen. Szeretném felolvasni Miró Gávránnak a levelét, ami nagy öröm volt számomra. Tisztelt Nyáriné Nagy Angéla! Nagyon örülök, hogy a darabom ilyen sikert ért el, és még nagyobb örömmel hallom, hogy két ígéretes fiatalember adta elő. Szép előadás! Köszönjük a fotókat és a videót. Gratulálunk a sikerhez, üdvözlöm Önt és a diákjait. Tisztelettel, Miró Gávrán. Hát mi is gratulálunk ehhez. És akkor még a Gávrán Fesztiválról egy pár szót. Erről mit kell tudnunk? Ezt a Varga Iván jóvoltából szereztünk tudomást arról, hogy tehát minden évben megrendezik a Gávrán Fesztet, és 4-5 produkciót hívnak Pozsonyban vagy Prágában, kerül megrendezésre ez a színvonalas előadás. Mi továbbítottuk a főbb szervezőknek a darabunkról készült videófelvételt, és hát izgatottan várjuk, hogy hát ha sikerül, és minket is meghívnak októberben. Ez még egy újabb kihívás lenne számunkra. Hát akkor gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez, és további sikeres működést. Még újabb 20 évet kívánunk nektek. Köszönöm szépen. Első alkalommal rendezték meg a Bakonyi Lokálpatrióták Fesztiválját, az egész vármegyét érintő eseménynek az Alkotmány utcai rendezvényterület adott otthont. Minden ilyen rendezvényen az ember szívesen jön el, mert találkozik a jókedvel,
találkozik azokkal a népi hagyományokkal és népi mesterségekkel, amik annyira fontosak a számunkra, hiszen sok tekintetben az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ezeket még megőrizzük, és ebből adódóan minden ilyen, ahol a néphagyományt, a népi eszközöket bemutatják, illetve elkészítik a nagy közönség számára, az érték és jó dolog. A civil világ, ahogy manapság hívjuk, sok egyesületet, lehet ez sportegyesület, lehet ez néptáncegyüttes, lehet bármilyen olvasókör vagy énekkar, és még sorolhatnám. Az egy fontos közösségteremtő érték, hiszen azok, akik itt szerepet vállalnak és fellépnek, azok a hétköznapokban is együtt vannak. És ma, amikor sok vagy nagyon kevés pillanat van arra, hogy megálljunk egy-egy pillanatra és együtt legyünk, ők a hétköznapokban is együtt vannak és értéket teremtenek. És ezeket szeretnék önöknek ma megmutatni itt Zircen, az ország legmagasabban fekvő városában. A Bakony az pedig mindannyiunk számára kedves, akik itt élünk ezen a környéken, hisz a Bakony, mint összefoglaló, mint természeti tájegység, nagyon sokszínű és sok szép értéket felvonultató tájegység. Tíz-két bajakból, kiságakból hordja, belseje néhány puha pihez alma, kója fiókák, kicsi birodalma. Egri József, aki 140 évvel ezelőtt született, Balaton festőjének tartjuk nyilván, azt mondta, hogy az értékek megléte nem elég, hanem az értéket meg is kell őrizni. Ez egy nemzetnek nagyon fontos. Tartalmilag idéztem a festőművész szavait. Mi ennek a gondolatnak a jegyébe szerveztük meg ezt a mai rendezvényt, és hálát adunk a Jóistennek, hogy ilyen időt adott ezután, az esős időszak után. Tulajdonképpen minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Arra törekszünk, az a rendezvényünk célja, hogy a megyei identitásunkat erősítse a helyi termelőkön, a helyi művészeken, a helyi népművészeken, azok előadásain keresztül. És önök bizonyára látták már a programot, a mai délutánon ők lesznek a főszereplők. Az eseményen fellépett többek közt a Zirci Városi Vegyes Kórus, a Csetényi Bújka Néptánc Csoport, a Szent Gáli Banda és még sokan mások. Tájjellegű ételek elkészítésére is várták a lelkes csapatokat, akik közül többen a Bakonyra jellemző vadhúsból álló finomságok főzését is vállalták. Pásztorünnepet és népzenei fesztivált szervezett a Nyugdíjas Közösségi és Értékőrző Egyesület Olaszfaluban. Az esemény célja a határon belüli és túli pásztorkultúra és népzene képviselőinek összehozása volt. Pénteken szakmai konferenciával indultak a programok, a szombati gálán énekegyüttesek és néptánc csoport fellépése mellett rövid ismertetőket is hallhatott a közönség az egyes országok, tájegységek pásztor életéről, hagyományairól, pásztorművészetéről.
Gyermeknapra várjuk városunk és a környék apraját nagyját az Alkotmány utcai rendezvényterületre június 3-án szombaton. Délelőtt kaktusz kiállítás és vásáron, tűzoltó bemutatón és kerekítő foglalkozáson vehetünk részt, majd délután légvárat és dartsfocit, interaktív utazókiállítást és játszóházat próbálhatnak ki a gyerekek. 16 órától a Mesekocsi Színház, a Kiskakas Gyémántfél Krajcárja című zenés, díszletes, élőszereplős mesejátékát nézhetjük meg. Ezt követi Gulyás László vándormuzsikus előadása és a Mintapény zenekar koncertje. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. 3. Trianonra emlékezik az Érci Országzászló Alapítvány a diktátum aláírásának 103. évfordulóján, június 3-án szombaton 17 órai kezdettel az Országzászló emlékműnél. Ünnepi beszédet mond dr. Máté Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke. Egyházzenei kórus találkozót rendez a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém megyei egyesülete és az Ércvárosi Nyugdíjas Klub június 2-án pénteken 14 órától az Érci Bazilikában. Ukrán-magyar klasszikus és népzenei találkozóra várják az érdeklődőket a 3. Béla gimnáziumba június 2-án pénteken, ahol 15 órától hangszerbemutatóval kezdődik az esemény, majd 16 órától koncerten vehetünk részt. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Petőfi 200 zircen mottóval bicentenáriumi rendezvényt szervezett a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület a Művelődési Házban. Az ötletről és a programok összeállításáról, lebonyolításáról kérdeztük Vencel Zsuzsanna egyesületi elnököt. Már tavaly évvége óta készül a Bakonyi Filmbarátok köre és segítői nagyobb, tágabb köre a Petőfi 200 bicentenárium megünneplésére. Milyen programelemekkel terveztetek első körben, és utána végigbeszéljük, hogy mik valósultak meg ebből? 2023 az számunkra elsősorban a Petőfi 200-at jelentette, legalábbis az év első felére kihegyezve, és néhány kreatív és nagyon aktív és közösségi szellemben egyszerűen felülmúlhatatlan filmbaráttal együtt kitaláltuk, megálmodtuk a Petőfi 203 napját. Már márciusban elkezdtünk rajta dolgozni, és egy cini előadással, ugye a Helység Kalapács a színrevitelével, aminek az előadása tegnap aratott zajos sikert, így is mondhatom, és egy Petőfi vetélkedővel, amely két fordulósra sikerült, és azt gondolom, hogy fantasztikusra, és egy ma esti programra, amire sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus előadására kerül ma sor, aki teljesen új megvilágításba fogja helyezni meggyőződésem szerint az egész Petőfi életművet az ő sajátos humoros stílusával és palócos világszemléletével. A Helység Kalapácsa Vigeposz előadásáról ma ezt olvashattuk a naplóban. Már nem is féltem Petőfit a mában, mert láttam az Írciek előadásában tőle a Helység Kalapácsát. 200-szor is érdemes lenne megnézni. Mit szólsz Rimányi Zita újságíró véleményéhez? Melegítette a szívemet, megmondom őszintén, és azt gondolom, hogy nagyon jól esett mindannyiunknak, akik már március eleje óta dideregve és meglehetősen mostoha körülmények között készültünk és formálódtunk a Bakonyi Filmbarátokból, a Bakony Hangja Színjátszókör néhány tagjából, a Táncos Lábú Wolf Saciból és a Dalos Petus Mónikából egy csapattá végül május 17-ére. És én azt gondolom, hogy ahogyan próbáltam az előadás előtt elmondani, hogy a mesélők egyszerre vannak kint is, bent is. A célunk, hogy közelebb hozzuk a Petőfi életművet és egyáltalán Petőfit a mához, és megmutassuk a mai ma emberének, hogy mennyire aktuális ő és az ő életműve, azt maximálisan elértük. A közönség, ahogy jött velünk, ahogy reagált, ahogy
mosolyogva ünnepelte a társulatot, hát az egyszerűen csodálatos érzés volt, fantasztikus volt. Olyan benyomást keltett a még a karzatról is csüngő tömeg, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon kiéhezettek az emberek valami ilyesfajta élményre, úgyhogy meg is kaptuk a felkérést az előadás megismétlésére. Remélem, hogy meg is tudjuk valósítani az elvárásokat a jövőben. Ehhez viszont, és itt megragadom az alkalmat, egy kicsit a körülményeken, ha tudunk, próbáljunk meg jó irányba változtatni. Kellene Zircnek egy nagy előadóterem, színpaddal, technikával, volna itt tehetség, és volna igény is erre. Bízunk a jövőben, mert polgármester úr is üzente, hogy szeretné látni, éppen testületi ülés miatt nem tudott a támogatóan hozzáálló képviselőtestület részt venni az előadáson. Bízunk benne, hogy valamikor Zircen ez meg fog történni, és nem a távoli, hanem inkább a közelebbi jövőben. A csütörtöki napon rendkívül izgalmas vetélkedő második fordulójára érkeztek a három iskolából, kiválóan felkészült, rendkívül kreatív, fantasztikus fiatalok, négy csapatban. Mi mindent kellett végrehajtaniuk, mert én úgy láttam, hogy nagyon élvezték a feladatokat, a feladatok színességét, gazdagságát, változatosságát. Itt feltétlenül meg kell említenem a testvéremet, Vencer Ritát, hiszen kettőnk fejéből pattant ki a verseny ötlete, és a feladatok is tulajdonképpen kettőnk közös gyermekei voltak. Az első fordulóban szintén 6 feladatot, másodikban ugyancsak 6 feladatot kellett megoldaniuk. Ez nem csak lexikális ismereteket kért számon, tehát nem csak az életúttal, életrajzzal kapcsolatos ismereteket, hanem kreatív feladatok is voltak, esszéírás, nem akarok közönséges ember lenni. Mennyire sikerült ezt megvalósítani a Petőfinek, és mennyire lehet ez egy mai ember mottója, és így tovább. Tehát próbáltuk itt is, mind az általános iskolások, mind pedig a középiskolások számára közel hozni az egész életművet, annak az alapkérdéseit. Voltak esszéisztikus jellegű kérdések, arszpoétikákat kérdeztünk ezekre rá, azután kellett megzenésítés, vers megzenésítéssel készülni, sippal-dobbal, nádi hegedűvel, ahogyan csak tudták, és tényleg nagyon kreatívan álltak az egész feladathoz. Memoritereket kértünk, és ezek voltak az előzet, meg egy tarisznya. És a tarisznyában meglapultak ezekre a kérdésekre adott válaszok, meg mindaz, amit ők úgy gondoltak, hogy Petőfi vándorútja során magával hordozott, és az is, amit az ő számukra a Petőfi életmű jelent. És hát ez nem egy olyan könnyű feladat, ezt a tarisznyát kibélelni, ezt a tarisznyát elkészíteni, vagy ezt az utazóládát, mert még olyan is készült, elkészíteni, és ámultunk, bámultunk a zsűri tagjaival, amikor értékeltük ezeket a produkciókat, ezeket a relikviákat, ezeket a tárgyakat, amelyeket beletettek, belehelyeztek, bele rajzoltak, festettek, mert illusztrálni is kellett verseket, és hát olyan színvonalon oldották meg ezt a feladatot is, hogy ez is mutatja, hogy Petőfi tényleg nem egy száraz irodalom történeti tananyag, ahogyan a darabunk végén mondta Gréta, Hanvasi Gréta az egyik mesélő, hanem élő művészet, és a fiataloknak megvan a maguk sajátos és eleven Petőfi képe. Értik is, és érzik is. Igen. És ahogy polgármester úr a vetélkedő megnyitójában is elmondta, Petőfi köztünk, én láttuk a fiatalokon. Itt a Művelődési Házban csütörtökön milyen feladatok várták őket? Itt megint egy kvíz feladatsor volt az első, ezzel nyitottunk. Aztán kellett folytatni idézeteket, persze közismert, vagy legalábbis eléggé közismert idézetekről van szó. Fel kellett ismerni tárgyak alapján műveket, kő, fekete fátyol, párna, hajó, stb. És ez alapján kellett akár a Anyám tyúkjára, vagy a Világosságot című költeményre, vagy az Egy gondolat bánt engemetre gondolni, vagy a, hát nem tudom, bármelyiket, mert 10 tárgy volt, és utána pedig kaptak egy dramatizációs feladatot, a kicsik, már elnézést, idézőjelbe kicsik, mert ők is már
meglepően érett produkciókkal álltak elő. Az általános iskolások a János Vitéz jeleneteiből készítettek elő nekünk egy minimum 5 perces dramatizációt. A középiskolások, így a gimnazisták, illetve szakközépiskolások pedig az Apostol című műből dramatizáltak, jelenítettek meg szituáció jelleggel epizódokat. Hát a Petőfi Színház dramaturgia volt tanítványom, Péti Krisztina Julianna volt a zsűri elnöke, és hát az ő méltató értékelésében azt gondolom szakszerű értékelést kaphattak a diákok, már szakszerűbb nem is lehetett volna, és kiemelte egyrészt a kreativitásukat, másrészt azt, hogy csapattá kellett válniuk, és csapatban dolgozva hoztak létre valami esztétikai értéket, és ugye ez milyen csodálatos volt ezt látni. Én zsűritagként azt az élményt kaptam a vetélkedőtől, hogy a 20 diák valamiben mindegyikük külön-külön, ő volt a legjobb. Tehát annyira jók voltak a feladatok, és annyira felkészültek voltak, köszönet a pedagógusaiknak is, tanáraiknak is, hogy valaki, tehát mindenki volt valamiben a legeslegjobb. Óriási élmény volt nekünk a zsűriben. Te hogy élted meg? Hát én újra végre egy olyan közegben érezhettem magam, ami az én elemi közegem, az iskola, és olyan volt, mint egy nagyon jó csoportmunkás irodalomóra az egész délelőtt, mert 10 órától 2-ig versenyeztek a gyerekek, és tényleg tapintható volt, vagy nem tudom, annyira jó volt az a légkör, amiben ott dolgoztak ezek a gyerekek, és tényleg meglepő módon voltak egyéni és csapat rendkívüli teljesítmények, és én újra visszaálmodhattam magam a tanárságomba, és nekem ez nagyon nagy élmény volt személy szerint. Azt gondolom, hogy örülhetünk, hogy dr. Stadler Jenő is elvállalta a zsűritagságot, mert ő meg az első fordulóról adott szakmailag nagyon hasznos és nagyon tartalmas értékelést. Azt gondolom, hogy az a tarisznya, amit végül mindegyikük megkapott díjként, és amiben meglapult egy maradandó értéket képviselő magyar irodalmi alkotás. Nem is tettünk igazából különbséget ám a első és a negyedik helyezett között, mert itt mindenki nyertes volt, most tényleg meggyőződésem. És ő mondta, hogy ő itt a legidősebb. A verseny végére kiderül, hogy ki lesz a legokosabb. Hát mindannyian okosak voltak, mert nem derült ki, hogy ki a legokosabb, mert az derült ki, hogy mindannyian egyformán kreatívak. Ha vetélkedő, akkor azért mégiscsak vannak eredmények, akármennyire is egyformán örültünk a kiválóbbnál kiválóbb produkcióknak és a teljesítményeknek. Milyen eredmények születtek? Az első helyen a Petőfi fiak reguli általános iskolás érett csapata végzett. Nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy ők az ötödikestől a nyolcadik osztályosig, tehát teljesen változatos életkorból álltak ide, és hozták, tették hozzá a csapathoz a maguk Petőfi képét és ismerett tudás hátterét. Ők voltak az első helyezettek. A felkészítőjük, Balogné Bittmann Bea, ezúttal is gratulálok neki, mert csodálatos munkát, háttérmunkát végzett. Olyan kelléktárral érkeztek, és olyan gazdag anyaggal jöttek, hogy csak ámultak, bámultak a többi versenyzők is, azt gondolom, velünk együtt. Második helyen a harmadik Béla gimnázium a Júliák nevű csapata végzett. Nekik számomra a legemlékezetesebb a Világosságot című vers előadása volt, illetve az Apostol dramatizációja. Azt gondolom, hogy ebben ők voltak rendkívüliek. Harmadik helyen, ja igen, Horváth Zsuzsanna felkészítő tanáról ne feledkezzünk el megemlíteni őt, mert a fakultációs csoportja érkezett, és hozta a fakultációs irodalom órák színvonalát ide a versenybe. Harmadik helyen a PS Reguli csapat végzett, felkészítő tanáruk Nyáriné, Nagy Angéla, elnézést kérek, és
és önálluk pedig az volt a különleges élmény, hogy ők május 8-ától 12-éig egy felvidéki úton vettek részt, egy tanulmányúton. És hozták, valahol beleírták az eszébe azokat a selmeci emlékeket, illetve élményeket, a friss emlékhelyek által megélt élményeket, ami az ő produkciójukat a János Vitéz dramatizációja mellett különlegessé tette. A boszorkány repülésére gondolok, mert az egyszerűen utolérhetetlen volt, és a pilvaxosok, őket is meg kell említenem, az Apostol dramatizációja volt nekem különlegesen emlékezetes. Nem tudom a fiú nevét, aki az apostolt felgyűrt fehér ingújjal gondolkodva, töprengve az asztalnál adta elő, de annyira szuggesztívre sikerült az előadásuk és a dramatizációjuk a vers megzenésítésük mellett, hogy őket is mindenképpen ki kell emelnünk. A felkészítő tanáruk Jánosi Bernadett. Gratulálunk mindannyiuknak! A filmbarátok ötletgazda, megvalósító és nagyon lelkes, és azt gondolom, hogy értékes munkája mellé ki mindenki állt oda, ki mindenki segített, akár munkával, akár bármilyen segítéssel, vagy pénzbeli támogatással. Mert ez nagy városi csapatmunka lett a végére. Így van, és ez volt benne szép, hogy összefogtak intézmények, összefogtak civil szervezetek, és egyéni támogatást is kaptunk. Első helyen az Írci Városi Önkormányzatot kell megemlítenem, hiszen erre a rendezvénysorozatra egyéni pályázat során 150 ezer forintot kaptunk. Ebből tudtunk értékes díjakat, méltó körülményeket teremteni tulajdonképpen az előadás, illetve a verseny idejére is. Azután a Békefi Antal Városi Művelődési Ház és Stúdió KB, a Reguli Antal Múzeum és Népi Alkotóház. Azt hiszem, nem felejtettem ki így intézmények szintjén talán senkit sem. Egyénileg Kovács Dávid Kalodával, azután Kaloda készítésben ugye több támogatónk is volt. Kokoda György volt, aki aztán a színdarabban is játszó kalodákat megalkotta, zseniálisak. Hampasi Gréta apukáját kell még mindenképpen megemlítenem, aki minden technikai gondunk orvoslója volt. Azután Horváth Henriett, a hátam mögött látható molinó elkészítésével segített minket, Horváth István a szendvicsekre való szalámikat adta hozzá, és hát elnézést, ha valakit kifelejtettem, de azt gondolom, hogy tényleg egy komoly csapatmunka volt ott a háttérben. Az Agora Veszprém Kulturális Központtól kaptunk néhány nagy és nagyon szép Petőfi dekorációs elemet a terembe. És a Petőfi Színháztól jelmezeket el ne felejtsük megemlíteni, a Petőfi Színház támogatását is. Nagyon szép fali képeket, archív képeket. Ugye Petőfi ismert daguerotípiának egy hatalmas, szinte félfalnyi változatát kaptuk, és az díszíti benne a termet, és adja meg az alaphangulatot az egész rendezvénysorozathoz. Ezt is hálásan köszönjük. Én azt gondolom, hogy ezt az összefogást egy kis pihenés követi. Mi lesz a filmbarátok következő nagy programja a város és környéke számára? Hát most szusszanunk egyet, és aztán jöhet a Juhannusz. Június 24-én, Szent Iván ünnepén, egy Bakony-Csernye-Zirc barátságos futballmérkőzésre kerül sor, illetve egy szlovák barátainkat vendégül látó nagy rendezvényre itt a művelődési házban, illetve a mellettünk lévő focipályán. Főzés 1000-rel, körülbelül 100 főre számítunk, egy kis kiállítás mind a két részről, finn, illetve szlovák részről is, és hát a hangulatról majd Tehel Károly fog az esti órákban gondoskodni. Mi úgy szeretnénk, hogy ez egy igazi visszavágó legyen, annak a csodálatos látogatásunknak a visszaadása, nem foci nyelven visszavágója, amelyben részünk volt Bakony-Csernyén a közelmúltban.
Ez lesz az egyik legnagyobb rendezvényünk. Aztán még majd a nyár folyamán az augusztus 10-11-12, ami pedig azt hiszem az egész város meg fogja majd mozgatni, hiszen az LKF keretében ekkor lesz itt a Zircikon rendezvény sorozata, rendezvény cunamia, így is mondhatom. Akkor mi és a Stúdió KB is, meg az Írciek is készülünk a következő élményekre. Köszönjük szépen! Várjuk az Írciek támogató érdeklődését, megtisztelő figyelmét! Kedves nézőink, magazinműsorunkban megtekinthetik Petőfi Sándor, a Helység Kalapácsa című vígeposzt, előadják a Bakonyi Filmbarátok és a Bakony Hangja színjátszó csoport tagjai. Jó szórakozást kívánunk! Kedves vendégeim, kedves közönség! Örgessük egy kicsit vissza az időt. 1844-et írunk. Petőfi beérkezett az irodalmi életbe. A Pesti Divatlap segédszerkesztője már. Elképesztő munkabírását mutatja, hogy napi teendői mellett ezért második felében végigkísérte első kötete a versek nyomdai munkálatait, megírta és kiadta a Helység Kalapácsát, 1242 versort, és elkészült a János Vitézzel, 1460-as. Ekkor írt műveiben a kötöttségekről, a kispolgáriságtól való félelem szólal meg, a kispolgári létformától, amely a maga kényelmességeivel volt vonzó, a tartósan nélkülöző politika számára. A csábításra a romantikus költő csakis egyféle választ adhatott. Ó, nem, nem! Engem a rendes élet időnek előtte megölne, tudom. Költő vagyok, költőileg kell végigrohannom az életuton. Petőfi önarcképének módosítására is rákényszerült. Az olvasóközönség előtt megkezdte az italos, duhaj, túlzsánerezett képének a pozícióját. Egyéb irány, ne gondold barátom, hogy én valami barfickó vagyok, mihelyt a bor színét meglátom, nem én. Csak úgy csendesen vigadok, írja Tompa Mihálynak. Tudjuk, hogy Babot Imre segédszerkesztőjét Fönögei Kispál, ugye ez volt az egyik álneve, népköltő jelmezében járatta, mint a Pesti Divatlap élő reklámját. Rövid, perémes dormány, úgynevezett kantamente, mielőtt lelki rokon a Csokonai Vitéz Mihály is viselt, azután sújtásos ők magyar nadrág, túris üveg vagy kucsma darutollal, sarkantyús kordován csizma, fokos és makrapipa. Mindketten elégedettek voltak egy ideig, a szerkesztő megkapta a közfeltűnést, a költő viszont, aki mindig is kapható volt egy kis polgárpukkasztásra, erre a térre megoldotta a ruhagondjait. De térjünk rá a Helység Kalapácsára. Ki vagy mi parodizál benne Petőfi? Az irodalmi apjaként tisztelt Vörös Marti, az évtizede halott hőse poszt, versben a korabeli novellák modorosságai. Hőseposz írásához hiányzott a méltó tárgy. Vagyok henyélő század gyermeke, hol megdalolni méltó tárgyam nincsen, írja. A költő komikus, illetve vígeposzt írt tehát. Tökéletes választás a Kocsmárosné, Kovács, Kántor, szerelmi háromszög históriája. A kocsma szerepel egyetlen nyilvánossági fórumként, a szereplők pedig egytől egyig, jobb lehetőség hiány, kissé iszákos alakok. Az elbeszélő vagy mesemondó, akiből a mi esetünkben kettő is lesz, egyszerre van kint és bent az ábrázolt világhoz képest. Álnaív, népies mesemondóvá válik, ő valósítja meg az eposzi hagyományos kellékeket, emlegeti az isteneket, előrejelez, birtokában van az eposzi dagály stílusának. Éppen ennek a dagályosságnak a kifigurázására törekszik a szerző a körülírásokkal, a fölösleges részletezésekkel, a jelzők ismételgetésével, vagy a légcombon harcoló pókok, vagy a kólika gyötörte
öle hasonlatával. A kedvelt szólások itt kifordításra kerülnek. Az inába száll a bátorság például így, kiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részében hanyatlik. A verselés tökéletesen simul a kettős parodizálás szándékához. És a helység kalapácsa, mint tudjuk, 4 nap alatt gond nélkül átment a cenzúrán. A kötet címoldalán Márta asszony látható, amint megragadja férje üstökét, hogy magával hurcolja, a hátoldalán pedig feje nagy, épp benyit a kocsmába, ahol megpillantja a szemérmetes erzsókenő kérdeplő és vallomást tevő Kántort. 1844. októberében aztán megindul a kritikusok kegyetlen támadása. Ők a hőskötemény megjelölést komolyan véve a nem méltó tárgy és stílus fölött értetlenkedtek. A hölgyközönség megbotránkoztatásának vágyával a művet a meg sem írandó vagy elégetendő kategóriába sorolták. Válaszul 1844 karácsonyán Petőfi megírta híres arszpoétikáját, a természet vadvirágát. A természet tövises vadvirága inti benne támadóit. Nekem szépen békét hagyjatok. Úti jegyzeteiben írja, s mi a szabály? Semmi más, mint a sánta középszerűség mankója. A Petőfi emlékév adta az ötletet a bakonyi filmbarátoknak, hogy 3 napos rendezvénysorozattal tisztelegjenek a költő zseni előtt. Március eleje óta lelkesen készülünk a Bakony hangja színjátékos tagjaival kiegészülve, a táncos lábú Wolf Csacival és a gyönyörűen daluló Petus Mónikával erre az előadásra. Holnap a Petőfi vetélkedő a fiatalok Petőfi képét mutatja meg nekünk, pénteken a Krasznovszki előadás az egész életművet helyezi új megvilágításba. Köszönjük támogatóinknak, Zirc város önkormányzatának, a Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió Kávénak, a Reguli Múzeum és Népi Alkotóháznak, a Veszprémi Petőfi Színháznak, Kukoda Györgynek, Hambasi Józsefnek, Kovács Dávidnak, Horváth Istvánnak, Horváth Henriettának a sok-sok segítséget. Kedves közönségünk, fogadjátok, fogadják szeretettel a helység kalapácsát Zircen! Jaj, tanárnő, csak hogy túl vagyok rajta. Kérde gyorsan, mesélj, hogy sikerült? Gondoltam, hogy felépül lesz, hiszen 200 éves évfordulója van. Szerethetnek az Istenek engem, mert mintha megéreztem volna, hogy a helység kalapácsa lesz a tétel. De jó, hogy a szöveget odaadták. Tudja, tanárnő, van az a X? Na, annál mindig nevetnek. Hát, most is szinte felkacagtam. Cseng valahát. Csak 2 éhes púk harcolt életre, halálra. Egy szilva magon hízott légy combja fele. De ó, balsors! A combot elejték, egy egér fölkapta, s iramodott vele az oltár háta mögé. A pap reverendájába. S lakomázza vala, s a pókok szeme koppant. Na de, a folytatás se kutya. Figyelj csak! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz!
a legméltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké. Amen. Engem? A széles tenyerű feje nagyon. A helység kalapács. Ó, ne hagyja el lelki jelenni. Védvédő szárnyaid alá, és adj jó gondolatokat nem tökken ütött koponyámba. Is. Meghallani nem volnának képesek a falu égi füle. Innen a helység majd fél órányira fekszik. Leugorjak az ablakon át? Igaz, nyelkőcek valóban gyakran leugrottam a cseresznyefa tetejéről, ha csőszagot érzék. Jó, de az már régen volt. Már 40-szer értem meg a krumpli kapálát. Lelkem hüvei a férfiúságkora megnehezít. A leugorna? Nyakamat szegné? Vagy más bajom esne? Így főzte a gondolatainak seregény fejebográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40-szer érte meg a krumpli kapálát. Más kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjel. Ez nem lesz mód nélküli mulatság. Komoran nézett a híg levegőnek egy pontjára, miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi. Megvan! Így rikkantott fejemet, s komoly orcájára derüljött,
Mint kiderül, a sötétlő konyha is éjjel, mikor kólika kezdi gyötörni a moszli kutyácskát, és a tekintetes asszony rémülten kiállt a cselédszobába. Panni, te! Kelj fel! Rattüzet és meleg is téglát! De szaporán! Na, meg a hiányzó! Ének én vagyám, menjek ki a hideg konyhába! Nyújtsa meg a taplót a kovában! Aztán meg a gyertyát! Gyertyával a szumát, szumával a fát! Csak azért, hogy téglát melegítsek hasocskájára, a bobszli kutyácskára! A toronyba menjek fel! A toronyablakon által leereszkelem a harangkötél. A kötél jó hosszú. Még a bölcs férfiú tervét, leleményes eszének fényes tanúját teljesülés koronázza, nézzünk át talán történetünk másik színhelyére, a kocsmába. Yeah.
csatán, hol még csak 55 év lakozik, az örökös hajnalnak bírja dereng. Elzsók asszony arcát nem a szende szemére, hanem a burital festette hasonlóvá a hajnalpírhoz. Hadogság! Ez nem igaz, ez fejkabátét, példabátét, mert amelyek nincs szentség a föld hátán, a lágfüzem ártatlanság tiszta vidéki témosról éjszakkal. Forra savran hány is, de hová ragad áll a fejhábírás egy gyors traigája? Nem is issza a bort. Erzsok asszony, nem is issza a bort. Nem is issza, mert csak úgy önti magába. Nehogy ablakomba, ablakomba besütött a polcsúgár. Aki kettőt hármat szeret, az nem szeret igazán. Lám én csak egyet szeretek, mégis de sokat szenvedek. Az a betár éves legény csalta meg a szívemet. Bájos vala ő. Bájos. Mint pipacsból font koszorú. Koszorú. Vagy mint a bakter dárdájába ütöldő téjeli volt sugár. Ütöldő. Sugár. Volna sok hallott pereg a nagy Balaton. Minden ágon egy mérő ma a bakon. Come on, 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 come on
bácsik! Csak az orra alatti nyíláshoz azt a korsót, aztán kortyancsol bele. Thank you.
helybéli látszívű kantornak szerelemvallásáról. A templom tájékára csigázom, ahol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszti magát alá a harang kötelén. A kötél ugyanazt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűségesből így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok, ahogy ha maradnom kell, hát maradjanak hús és csonttestvérei is. A kötél jó szíven megindult a ritka bizonságán a szép testvér szeretetnek, és lemond a kívánságáról. Már este fele volt, a nagy gombóca, piros volt, valamint a paprika. Ó, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene, vagy haragasz, mi aranysugáridat megrezesítik, mint a bor az emberek orrát. Nem a szégyen, de nem is a haragasz. Csak én tudom ennek okát. Én. Kit földön túli izék, földön túli izékbe avattak. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra. Ha! Nem volni! Áll a mennyek urán! És most egyenes a szemérmetes erzsó. Ó, én szemérmetes erzsó! Szívem műhelyének örök árendása. Nem, de vársz ebbe kedve rá. Nem fogsz te sokáig várni rá. A szerelem lesz a sarkantyú. Hozzá rohan, mint malacok a gazdasszonyaikhoz, kukoricát csöpnek. Jó, hát Kármán is sajnod, de örülünk neki, már egy hiányoltó. Miért nem születtem vakon? Mit kell látni a szemek? A helybéli látszívű kántor. Szemérmetes Erzsók 55 éves lábai. Szívem pokolbéli kínnak 136 ezer bicskája hasítja keresztül. Ó, szemérmetes Erzsók! Koronája az asszonyi neminek, kezelője forna páringának. Lesz engedelem számomra szívedben, a lelkem tartalmát elétáralni már észelem. De nekem már mindegy, akár van, vagy akár nincs engedelem, kimondom, mit úrja odalmat. Kimondom én, de nem holmi szikornya nyelven. Az érzés egyszerű hangján, kebelem kápolnájában, a hűséges szerelemnek az örök léttől fél örökkel hozta gyertyája lobog, szent lobogással, és az érted lobogó szemérmetes első. De ha nem koppantod meg a viszont szerelem koppantójával, elfogad aludni, és bélealszik élete. Itt várom ítéletemet. Itt most azonnal mondják fűz ajkan, a reménység zűz koszorúja üvezze homlokomat, vagy a kétségbe esély bunkó, hogy potya üssi nagyon. Én ügynek vagyok! Hát én vagyok a kétségbe esély! Én ügynek vagyok, és forzolom összecsontjaidat! Mit halom kő a búza szemet? Kell! Téged gondolok kérdőre. Ó, Erzsó! Mondd meg nékem! A hűtlenségnek fekete posztja. Vagy az ártatlanság patyolat lepedőjét akarja le. Ó! Széles tenyerű feje nagy,
szívem bordajának. Fog, nézd. Nincs ételkedve? Hiszen ártatlan vagyok én, mint az izé. Lelkem, lelkem. Bocsáss meg, hogy kételkedni merjek. Hűséged acélláncának erősség. Most pedig, Tókány, téged veszlek elő. Te válaszunk a minden csillagot. Készülj a meglapás. Rémségesen leszem, amit rémséges a bűn, amit elkövet. Példáron fokuljanak kétfőjük, hogy kell csábítani az ártatlanokat, hogy kell konkolyt inteni két szerető színnek tiszta kukkogáját. Csak addig, a kagyipáron kegyelmed, még egy szót, egy apró tocskát mondok, utána bárd nagyon, ha jól nap látja. Na beszéljen, Kántor úr! Meghallgatom én az okos szót. Na menj csak! Bűnös vagyok. Az biztos! És már nem, mert megszeretném a szerelmetes Erzsókot, a nagy szerelmemmel. Yeah. Hát értem én róla! Tehát nem a szerelem olyan porték, amely állázárja a víz elől. A szerelem az tündérmadár, amelyiknek szárnyuk sem kell, hogy berepüljön a szívbe. De tényemet az nagyon jól tudja. Szerelmemet titkoltam volna én örökké. Elvittem volna magammal a más életbe, ahol talán nincs is élet. Ha nem pedig észre haranglám. Haranglát észrevedi, és bújták üzemet. De hogy miért, mi okból, nem tudom. Ő mondta, minden a mai szentmise alkalmával kegyelmed az áronnak karjába hajolt, hogy zárjuk kármadra az ajtót, az ajtó zárva lévi, nyugodtan tehettem hódításomat, szemérmet a zsersók felé. Én balga, szabát fogadám. Mit szó, kenderre haramlás? Igazolja magát, Kent, hogy akként vágom fültövön, hogy azonnal megsiketül bele? Igazolni fogom magamat. Hát nem, mintha megremegnék a Kent fenyegetéseitől. Jobban feltösse gatyáját, akitől meg kell, hogy ijedjek. Mind igaz, amit a kántor uram mondott, aki úgy mellesleg egy hítvány, haszontalan ember, hogy így kibaszul rángalott. Én bújtogatám föl, hogy csapja el Kelmet kezeiről a szemérmetes Erzsókot. Mert én magát utálom, kaporítok a rövint! Janúgy! Bizony úgy! Hát Kelmen, azt gondoljatok, hogy én Kendet szeretem, abban a macska pokáját! Micsodámmal! Abban a macska pokáját! Te sündisznó! Aki Kovácsnak vallja magát!
Laci veszélytől? Lemondani a csata jutalmáról? A dicsőség tölgy koszorújáról? De ne kárhoztassuk a jámból. Hisz a gondviselésnek választott embere ő. Másképpen miért hívná őt az egész világ a béke barátjának? Babalja, a béke barátja megtalálta a kevésszagú bírót. Bölcs a kacsát, de az éppen aludt. Jaj, bíró uram! Bíró! Helye föl, bíró uram! Ja. Baj van! És hatalmas baj! Mi az hát tápászkodjék fel, ha nem akarja, hogy vége legyen helységnek. Vége örökre! Hát kitört a háború és dúl! A szemérmetes Erzsók csapszék előn a csatatér! Jaj, hát botyognak az emberek, mint legyek őszi időben. Jaj, hát nézni is viszont, a föld, aki futott vértől, hát olyan, mint a vörös posztó. Már az egészet gyászlopukója meg a szomorú csatatéren. Tápászkodjék fel, hát bíró ura, mert csak kellene az, ki követőrdíteni képes a rohanó romlások elébe. Akkor menjünk. Menjünk, bíró ura. Hogy vinné el magát az ördög? Engemet-e? Ha vigyel magát! Jaj, de hiszen maga még az ördögnek se kül! Ha miért ütötte agyon a tikomat? Mit ártott az magának? Ha meg mindig átjárt a csirkéimből! Aztán miért baj az? Jobban kellett volna neki a kakasom, mi? A maga kakasa? Na hát, az a hitvány még a fenének se köl. Egyébként meg azért csináltam, mert mind eretelülük azt a drága búzát. Búzát? Búzát, igen. Hát aztán azért mindjárt agyon köütni. Hát, jaj, Márta asszony, jaj, úristen. Na, mi van? A férje. Hát mi van meg ott? Az imént szerelemvallást tett a szemérmetes Erzsóknak a kocsmába. Micsoda! Na hát, látja szomszédasszony, én azt ajánlom, mindenki söprögessen a maga házatáját. Na, adja csak ide. Adom. Adok én ennek olyan szerelemvallást, hogy belekék. Utána. Jöjjön, bírom. Jöjjön, bírom. Jöjjön, ijedésed, mikor megláttad atyának szellemét ahhoz képest, amit megijedt a helybéli Láci doktor feleségének látását. Jaj, kívánat, kemáim! A szemérmetes Erzsó! Nem kezdek a kocsonya! Hova bújjak, hova menek! Férjem, uram! Na gyerünk! Itt a világ szeme láttára nem akarnak csúfá tenni! Na de otthon! Na megvan! A vérontásnak ideje lejárt! Nagyon helyes! Vége legyen a csatározásnak! A gondor lelkület egy pászlik! No! Meg a helységünk kalapácsát, aki egyébként az egész csata kezdeményezője. Kaladába csukatom! Ez legyen a büntetés. Itt majd elnyekedhetik egymásnakban. Ti pedig halandók, okuljatok a példán. A csalfaságnak nagy ára van. Ha hasonlóra vetemednétek, hát vállaljátok a felelősséget. A lánykérést pedig ne halogassátok, mert itt találtok járni, hogy lecsapják kezetekről szerelmetek tárgyát.
főleg ne hallgassatok ásfeloldó, fondor lelkületű emberekre. Aludába csukottak? De se baj. Ellenémet megvertem vitéző. Ha innen az Isten megszabadít, azonnal megkérem szemérmetes Erzsókom. 55 éves drága kezé. Költemény szerzi az úr 1844. évének augusztusában Jó Petőfi Sándor, ki ezzel zárta mindig. Te pedig Lantomnak húrja, pihenj. Nagy volt a munka, s bevégzél emberül egy műve. Ha most megásnál gödrömet a sírásom, bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan. Eljő az irigység, letépni babérjaimat, de hiába. A sötét zsákjába rejt és a feledés, fölhasogatja azt a zsákot, a halhatatlanságnak fényes borotvája. Mert a költő addig él, amíg olvassák, szavalják, vagy éneklik verseit. Petőfi ma sem száraz, tankönyvszagú, irodalomtörténeti fejezet, hanem időszerű és élő művészet. Kedves nézőink, műsorunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Ne feledjék, heti hírműsoraink visszanézhetők az Érci Televízió YouTube csatornáján, valamint a Képújság Zérc Facebook oldalán is, ahol pénteki műsorunk és ismétléseink idején is követhetik adásunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken! Thank you.